Ja, genau. Kezdjük így, hogy... Na szóval, sziasztok! Kedves rádió hallgatók! Ja, ez nem az a platform. Elindítottok most egy ilyen nagyszerű YouTube videót, annak érdekében, hogy ide is legyen valamilyen tartalmam. Amúgy a Twitch csatornán a live-okat meg tudjátok nézni. A leírásban ez be fog kerülni. A mai napom, ugye a Divisionnek az Open Beta-ja kezdődött el, ezt kell végig tolnunk. Illetve ezzel kell játszanunk, mert megmondom őszintén, engem érdekel. Hát... na, most... pont csak annyit szeretnék kérni, hogy nézzétek körül. Tehát azért, na, ez a grafika, ez, na, ez magáért beszél, na. Szóval, az a helyzet, hogy ugye volt a private beta, amiről Twitch-en streameltem. Most ez itt az open beta, ez lényegében március 1 és 4 között érhető el. Ugye itt az első küldetés az, hogy el kell jutnunk a fehér házhoz, hogy tudjak multizni. A multiban pedig Szepi barátommal fogok megvadulni. Szóval most így nagyon-nagyon elindulok annak érdekében, hogy minél előbb el tudjunk kezdeni multizni, és lezúzom az összes jó fejes kacot. Hát facecamot azt nem tettem, aminek az oka csupán annyi, hogy én úgy gondolom, hogy most jelen esetben minél többet meg szeretnék mutatni a játékból, és jelen esetben, hogyha nem használom a csodás arcszerkezetemet, akkor tudom a legtöbbet megmutatni. És amúgy nagyon brutális a grafika. Hát nekem ez nagyon átjött. Settingsben megmutatom, hogy most ez nem fullos beállítás, és még így is milyen szuper. Ugye azt tudni kell, hogy a videókártyám az egy RTX 2080-as, a procim egy Ryzen 7 2700X, és jelenleg 16 giga RAM-mal fut a játék, tehát ezzel a géppel ezt tudja. Most adott esetben, hogyha leállítanám a felvételt és feltenném full a grafikát, akkor ilyen állandó 60 meg lenne, de bizonyos esetekben ott is leugrana, akár 55-re is. Éppen ezért most úgy döntöttem, hogy semmilyen esetre sem tolom fullon az egészet, hanem inkább egy ilyen kisebb grafikai beállítással, hogy hát megtekinthető legyen az egész, illetve az állandó 60 FPS meg legyen a videó minősége miatt. Hát ez a legfontosabb most számomra. De hát direkt be is kapcsoltam az FPS számára, hogy ezt lássátok. Na hát, azt meg kell, hogy mondjam, hogy ugye a motor, amit használtak a Division 1 esetén is ugyanaz. Tehát ilyen szempontból változás nincsen. Hát azért azt eléggé feltuningolták, ahogy jelenleg látom. Biztos vagyok benne, hogy ebből a motorból adódó bugok azok meg fognak maradni bizonyos szempontból és bizonyos szinten. Erre kíváncsi leszek. Kíváncsi leszek, hogy mennyi marad meg ezekből. Ugye itt alapvetően a problémát azt jelentette, hogy az enemik azok általában beszpónoltak falak mögé, vagy le se spónoltak, és ebből adódóan a küldetések befejezhetetlenek lettek. Hisz lehet, hogy te megpróbáltál mindenkit megölni, de nem volt rá lehetőség. Na hát ez itt is megvan. Bár bízok benne, hogy ez kisebb mértékben lesz tapasztalható, mint az első rész esetén. Na, hát végre elindult. Na, Szepi az velem egy időben elindította a játékot, és tolja az első küldetést, amit most én is tolok. De nekek, örülök. Még settingben vagyok. Ja, akkor ő még a settingsben van. Hát Szepikém, akkor válasz magadnak megfelelő karaktert, én arra szeretnélek kérni. Én elég sok időt szántam a karakterválasztásra. Bruttó egy percet. Rászántam. Szóval itt vagyok. Ezzel a jóképű karakterrel. Amúgy oda néz. Nagyon, nagyon dzsukel. Oda.
Amúgy... Az előző beállítás emett a... Minden beállítás meghagyott amúgy. Viszont, ami egyértelműen látszik, hogy a privát beta esetén... Ó, gyerekek, tudom mi a gond. A játék hangját le kell vennem. Mert olyan hangos hallod, hogy fölrobban az agyam. Tehát a privát beta esetén... Ja, de hülyebbjöket előbb tettem vissza. Tehát a privát beta esetén a grafika az nem volt. Az nem volt ilyen. Ilyen jó. Tehát egyértelmű, hogy ezt most tupírozták. Nincs itt, hogy master vagy. Nincs. Tehát a grafikát azt egyértelműen növelték. Ez egyértelműen látszik. Tehát ugye eddig, amit hiányoltunk, és ami miatt legalábbis én mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy még egyértelműen a privát beta-ből adódóan a grafikát nem nyomták fullba, most azért odaengedték, na. Tehát most a tűz is olyan hallott, hogy belenézek és a görcs húz össze. Tehát olyan fényes. Szinte érzed? Szinte érzem, hallod? Simogatja a testemet. Na várj, megnézzük ezt a monumentális épületet. Tehát egyértelműen látom a különbséget. Nagyon komoly karakterek vannak. Ja, én ezeket a hajasbabákat nem bírom, tehát ebben a Snowdrop, azt hiszem Snowdrop, a motorja a játéknak, a hajat, azt valamilyen okból kifelől olyan undorítóan ábrázolják, hogy teljesen ki vagyok égve tőle. Na, tesóm, megyünk tovább. Tehát nem tetszik egyszerűen a haj benne, éppen ezért kopasz karakterekkel fogok játszani mindig. Vagy mindig legyen egy kalapot, sapka. Így van, korlátlan mennyiségű sapka gyűjteményem lesz, és ez nem fog gondot jelenteni a jövőben. This is you. Welcome to DC. Megjött a sheriff. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the divisional brought you. Hová, lefejeltem a mikrofon, bocs mindenkinek. Let me show you exactly how screwed we are. Ah. Megvan a karakter. Ever since the JTF imploded, the karakter is on. Playground for murderous no. Fuckheads. There are several main factions. Jó van, tesóim. By the way, agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. Ezt a sztorit már láttam. Hát, igazából ugyanaz az eleje. De meg is értem, hogy így oldották meg. Teljes mértékben. Nyilván most más küldetéseket fogunk... Elnézzük meg a mapot. Figyelj, a map... A map is ugyanaz. Tehát a map is ugyanaz, akkor valószínűleg... Hát bízok benne, hogy más küldetést kapunk. Lehetem, hogy ugyanaz lesz. Mondjuk ez is elképzelhető. Csak most már mindenki hozzáfér. Jaj, ezeken nevezess át, légy szíves. Nem. Kérlek, ne vezess át. Perc. Elkezdtem a küldetést. Jó, ez egy jó hír. Jó. And... Oké, okay. Skill. Hát mi volt az első részben nagyon jó? Várjál, perkeknél még. Mit használtunk, Szepikém? A... Hülye vagy! Az első, a privát bétában az a Chem Launcher, ez nem volt benn. Most benn van. Abban a pillanatban oldom fel. Na nézzük, hogy működik. Az jó lehet. Ó, ez nagyon állat. Nézzük ezt a részét. Na, kétféle verzió van most, amit feloldhatunk. Az egyik olyan, hogy oda csap egy kis füstöt, amiben ha belelősz, felrobban a füst. Tehát elég hatékony. A másik, oda csapat egy kis purhabot, amiben ha belemegy az enemy, beleragad. Szóval nem tudom eldönteni, melyik legyen, de szerintem én ilyen füstös gyerek leszek most. Tehát ez a purhab, az menő. A menő a purhab, egyértelmű, hogy menő. Az nagyon ott van. Az nagyon adja. De én most füstölni fogok, hallod? Engem nem érdekel. Kebben már itt adnak meg, dikesz? Remélem, majd lehet ilyen nagyon baszó purhabot összerakni. Biztos, hogy lehet. Szerintem én egy 5 méter széles purhabot tuti, hogy, odarakok. Tuti, hogy lesznek ilyen módosítók, hogy purhab módosítás. On. Viszont a drón az maradt ugyanaz. Tehát a drónnak a perkjei azok ugyanazok, a skilljei ugyanazok.
Na, tudunk itt nyitni ládikát, egyértelműen kinyitjuk. Oda néz, már jól kezdődik. Kapásból tehetjük be az alkát. Abban a pillanatban. Illetve tehetünk be egy maszkot, ami nincsen skill-lel ellátva. Come over here. Oké. Okay. Na már meg is kaptam az első missziót, ami ugyanaz, mint az a privátban. Tehát megint a színházba kell menni. Szepi, jól van ez? Valószínűleg ugyanez lesz így. Hát jól van ez így. Jó, akkor viszont én addig mindenképp megnézem azokat a lehetőségeket, amiket a játék ad. Tehát itt ez a stashünk. Ugye a stash abból a szempontból speckó, hogy elvileg több helyet fogunk majd kapni, megmondom őszintén, nem tudom, hogy hogyan fog kinézni ez a gyakorlatban. Illetve ugye a fegyver módosításokkal kapcsolatban lett egy olyan változó, hogy ki tudsz oldani bármilyen fegyvert, és lényegében nincsen szükség arra, mint az előző részben, hogy a fegyvermódosítókat magadnál tartsd folyamatosan. Ugyanis, ha kioldasz, itt a műveleti bázisom, akkor utána bármilyen fegyverre rátehetsz ilyen módosítókat. Ugye annyi változott... Van egy jó módosító. Így van. Akkor szőre lehet rakni mindegyikre. Így van. Illetve ami nekem tetszik, most azt hiszem beállítottam. Így lesz jó. Settings. Még egyszer bemegyek az audióba. Tehát ami nekem tetszik, hogy tényleg nem kell ezzel bohockodni. Illetve ami viszont változott, hogy most negatív hatások is érik a karaktert. Tehát olyan szempontból, hogy adott esetben van egy set, aminek vannak pozitív hatásai a karakterre, plusz sebzést biztosít, plusz damage-et biztosít, plusz ezt, plusz azt. Most ha ráteszel a fegyverre egy módosítót, adott esetben mondjuk egy plusz tárat, vagy egy silencert, egy hangtompítót, vagy akármit, akkor lényegében annak nem csak pozitív hatásai vannak, hanem negatívak. Mit tudom én, nő a sebzése 10%-kal, viszont a fegyveres stabilitása csökken 10%-kal és társai. Tehát ugye itt most annyiban változott a játék, hogy ezt a balanszot kell majd megtalálni, annak érdekében, hogy megfelelően tud játszani a játékot. Szóval mindenképp nézni kell azt, hogy na most akkor hogyan lenne a legjobb ez számomra, mi az, amitől elbúcsúzhatok, mi az, amire nincs szükségem, mi az, amire szükségem van. Na hát ez lesz majd a kaland. Most jelenleg a játékhoz még semmilyen komolyabb itemet nem dobtak, tehát ugye minden egyes item valamilyen szinten set részét képzi. Viszont azt hiszem, hogy így jó. Viszont olyan set itemet nem dobtak, ami mit például az első részben, hogy mit tudom, összeraktál egy nomádot, vagy összeraktál egy defense, vagy összeraktál egy predátort. Ilyen most meg nincsen. Aztán kíváncsi leszek, hogy lesz. Ugye az ultik azok megszűntek teljes mértékben, ezt most nem láthatjuk, mert elvileg végig kell tolni a játékot ahhoz, hogy feloldódjanak ezek a lehetőségek, és hogyha feloldódott maga a lehetőség, akkor te három, mondhatjuk azt, hogy specializáció közül választhatsz, ami lényegében az ultinak felel meg. Ugye van egy nagyon durva sniper, ami lényegében még a Veresegyházi asszonykóruson is áthatol, ha egymás mögé állnak is. Van egy robbanó íj, illetve van egy ilyen igazi grenade launcher, tehát így mindent tönkre tesz, embereket roncsol. Tehát ezek lesznek, azt elvileg még jönni fog, tehát sok minden content lesz. Ugye az első részben pont az volt a probléma, hogy nem volt az elején content, tehát konkrétan semmi. Én mondjuk személy szerint kb. 50 órát játszottam a játékkal, mire kipörgettem. És elmondom őszintén, az 50 óra az rettentően szupi volt. Na most jelen esetben az a szitu, hogy én elindulok, aztán úgyis jön a szepi. Igen, igen. A grafikával kapcsolatos észrevételeimet viszont mindenképp szeretném. Hát, ami nekem rettentően tetszik, azok a fények.
Tehát a nappali fény és az éjszakai fények, többek között ezek a lámpák, ezek szerintem tök jól meg lettek csinálva. Tehát engem ez megvett ilyen szempontból, illetve hogy ez a ködösebb téma. És itt a Szepi. Ha-ha. Mi van veled? Hely! Várjál, gyorsan ide érte. Be van kapcsolva. Nálam? A játékban. Na várjál, akkor ez gyorsan eszközöljük. Videó helyett audio. És tehát pusztítalakra. Hát nincs itt pustotolk, egy az egybe kikapcsolom. Na, most jó. Aha. Na, jó van. Testvérem. Legalján van a pustotolk. Ja, tudom. Ezt figyeld. Oda nézd, meglövöm. De elvileg most, ha én ezt lövöm, oda nézd, haver. Oh, oh, oh. Na, Szepikém, ez a izé. A chemtrail téma. Kérdés be kell rakni ezeket a cuccokat. Ja, abban a pillanatban, addig én izé rendet teremtek. Ja, vagy csak egyet tudok most még. Ja, hát ki lehet unlockolni a másodiknak a helyet, tehát a műveleti bázison tudod beaktiválni. Jönnek ám a takony! Nagyon adja! Várj, ez hogyan csinálja? Már egyszer megnyomtam az el-t, aztán már egyszerre dobta is a cuccot. Igen. Aha. Hosszan kell nyomnom, vagy? Szerintem? Tehát, hogy én irányítani szeretném, mert azért. Szerintem hosszan kell nyomni akkor viszont. Hát nyilván... Akkor hosszan. Aha, hát mindjárt, mennyi a CD-je? Betöltött már? Egy betöltöttem. Ja, ha hosszan kell nyomni... Tedd már rám! Közbe kell tedd már rám! Itt vagyok melletted, szoszi. Na. Büntess meg! Ah, oh, ez az! Ez nagyon adja. Na, ezt is tudjuk. Van ilyen is. Na. Akkor menjünk a... Menjünk a bázisra, a küldetésre. Yeah. Bejelöltem. Szerintem itt nem fogunk tudni átmenni. Ezeken a izéken sose enged a játék. Megböki egy kis talpát a karakternek, itte. Aztán izé. Hallod? Én már izé... Egy a célunk, egy az irány, de más utakon járunk. Általában én a hosszabb. Atya úr Isten! Mi történt? Itt minden piros lett, haver. Nálad is? Igen. Mi történt? A Veresegyháza asszony kórus úgy döntött, hogy valami durva eső táncottól, ami vörös köddel kezdődik, vagy mi van itt? Van valami itt. Szembe enemik. Aha, van. Ugye itt most a játékban gyűjteni kell ezeket a holmikat. Ennek több oka is van. Egyrészt most lényegében, hogyha vannak ilyen kempek, vagy ilyen kis vezérek, nem tudom, hogy hogyan volt már az a privátban ez jelölve, de ha nekik odaadod, hogy ugye a kis bázisokat ők létre tudják hozni, és ezzel támogatod őket, ezért cserébe te XP-t kapsz, tehát gyorsabban megvan a szinted lényegében, tehát már megéri összegyűjteni ezeket a konzerveket és társait. Na, megnézzük ezt a szuper cuccot. Várjál már! Oda néz! Ha, megnéztem. Működik. Eldőltek, mint az a bizonyos nád. Te nézed a komoly karakteremet? Mert ugyanaz a csúnya arcú, mint múltkor. Nem, ez másik. Ez egy másik karakter? Persze. Dik. Na gyere, rád is. Rád küldöm a drónomat, mert én milyen szimpatizáns vagyok veled. Na, hát jelen esetben azt kell, hogy mondjam, hogy nekem átjön. Szeppi? Vélemény? Hát ebbe is beleölünk egy pár órát. Mennyi lesz az a pár szerinted? Hogy gallamb! Hoppá, hoppá, itt mellettünk a... Hát mennyit öltünk bele az egybe? Én 900 fölött. 800 van meg én. Jól hangzik. 900 fölött. Közelítek. Hát igazából... Szántunk rá időt, na? Nem, igen. Szántunk rá időt. Nem bohóckodtunk. Várjál, megölöm a drónomat, mert rettentő idegesítő, hogy izé... Itt... Kaffog mellettünk. 18000-es fordulaton. Ha ideg állapotba kerülök.
Mondjuk a drónnak... Nem lesznek robotkutyáink? Hát a franc se tudja. Hát ugye ez ilyen endgame jellegű dolog. Tehát persze. Az endgame-ben van. Aztán, hogy nekünk lesz-e? Szerintem nem. Tehát ott a specializációk között nem láttam. Ezért már ezt nem tudod cipelni. Persze, viszont ellenfélnek tök jó. Meg hát lesz egy csomó izéd. Fegyvered, amivel ki tudod írtani őket. Kérdés, szerinted ilyen MP gránát lesz? Arra kíváncsi lennék. Vagy valami más találtak ki. Ja. Megnézzük. Jaj. Kis hátitáskát találtam. Hát figyelj. Grafikailag, te hogy látod? Hát grafikailag nekem még mindig valami zéje. Festés. Ezek a lombkoronák, meg ezek valahogy a növényeknek a leveleivel, meg kirajzolásával, hogy nem vagyok megbékülve. Aha, aha. Ez teljesen érthető is. Ez teljesen érthető. Ez valószínűleg ez így is marad. Hát figyelj, elképzelhető, simán, hogy ez így marad. Simán elképzelhető, hogy itt marad, így marad. Igazából, ha reálisan nézzük, nagyon nem volt lehetőség a Division 1-ben ezt tesztelni, nem? Tehát igazából lombkoronát hát ott nem nagyon találtál. Tehát ott a beton dzsungelbe bementél, a föld az tele volt izé, szeméttel, meg holttestekkel, szevasz. Tehát olyan szempontból a hangulata az durva volt. Tehát ott meg tudták teremteni azt a hangulatot, hogy tényleg az a világvége hangulat. Hát igazából ez a motor szerintem inkább arra íródott, mint hogy ilyen dzsungeles legyen. Szerintem egy az egybe, de hogyha nézed a... Ha megnézed a Divisionnek az E3 közvetítését, az már az elsőnek, akkor kb. Ezt látod, mint amit most látsz. Tehát konkrétan az elrendezése, a különböző sávok és társai kb. Egy az egybe Division 2. De ahhoz, hogy azért... Hát mi vas kellhetett ahhoz, hogy azt a videót fel tudják venni 2016-ban? Hallod? El sem tudom képzelni. Hát amikor most RTX 2080-nal is még azt mondom, hogy még egy 2080 Ti kéne ahhoz, hogy teljes mértékben full-full-fullon menjen minden téren. Ami meg valljuk be 440 ezer forintos kártya. Most már vannak olcsóbbak. Most hát, már... Akkor kettőt veszek. Hát így vicc, a pénz nem számít, dik. Tehát most már, ha azt nézed, 410-ért kapsz olyan kártyát, ami úgy gondolom, hogy már megfelelő. De hát 410. Hát ez az. Nem 2 forint. Hát az RTX 280 is... Az RTX 280 is 280 volt, szóval... Szóval, ja. Jó, mission. Át kell gondolni ezeket a dolgokat. Ja, látom. Neked is ez a Washington Hotel téma jött fel? Még valami írás. Beszélek az Odessával. Csak mert ő jó ember. Szereti a piáta? Na hát a haja, erről beszélek, a haj. Ez nagyon, nem, ezzel nem tudok megbékélni. Megvartál kutya? Na jó van. Neked szavasz. Neked a lombkorona. Ja. De hát, őszintén szólva, teljes mértékben egyébként, hogy értsek abból a szempontból veled, hogy ez a motor szerintem arra íródott. Hát igen, és a most... téli környezetre. Most még egy bőrt lepróbáltak húzni róla, érted? Mert az egyben is az árnyékok, a fény és társi gyönyörűek voltak. Tehát az, arra nem lehet. Amikor a
hó elkezdett esni, és közben a köd, és közben a hó, és közben a macska, és közben a fekete pákó együtt esett a hóval, hát az gyönyörű volt. Most viszont egy ilyen városi környezet van, tiszta gaz minden, azt ennyi. Ezt próbálják megoldani. Mert annyi cucc van nálad? Hát nem, csak úgy elkezdem majd eladni. Ez igen, tudatosság. Tudatosság. Itt izéljek itt. Azt mondja, hogy ez nem kell. Én is téged. Ja, itt abban kell. Na, akkor menjünk. Ez a Grand Washington Hotel. Ha, így van. Menjünk oda. Nézzük meg, mit hoz a jövő. Mit akarsz, kis pajtás? Mit adjak neked? Mit adjak? Yes. Azt mondja, adjak neki. Te tudsz neki adni? Nem, szerintem megint izé védeni kell őket, nem? Ja, tehát, ja, igazad van. Oppá, ott a jó kis loot. Magamhoz vettem egy kis vasat. Ah, én is. Na? Hol megyünk? Tesók? Elkísérünk titeket. Szomjas, nagyon szomjas Maricsui. Nagyon mondjuk akar. A fények azok... Azokba nem lehet belekötni. Hi there, agent. Szavasz. Kíváncsi leszek, Szepi. A végleges verzióra leszek kíváncsi. Ugye most a privát bétánál toltak egy tesztet. Beállítottak egy bizonyos grafikát, én úgy gondolom engedtek egy maximumot, és pont. Na most van ez a nyílt béta, ez úgy lenne észszerű, hogy most meg azt mondják, hogy akkor a grafikát toljuk maxra, egye meg a gépeket, mint az állat, és akkor a kettőnek egy ilyen arany középútját belövik. Én azért gondolom ezt, mert a privát béta az full, minden fullon volt, és a 60 FPS-ről meg sem moccan. Most viszont megmoccan. Tehát biztos, hogy valamit pluszba hozzátette. Vagy hát valamit... Meg az, hogy mivel hogy open beta, ezért mindenki hozzájut. Tehát na, többen fognak ja, játszani. Ja, így van. És hogy bírja a szerver? Így van. Hát ugye ez az, ami általánosságban mindig problémát jelent az Ubinál. Hogy Ubisoft, Uborkasoft és Potato Server. Tehát ugye... Most itt lesz valami, mert kezdem unni. Elvileg vizér megyünk. Aha. Don't leave me. I'm coming. Azt mondja, hogy ne hagyjuk el. Már jön. Értem. Oké. Okay. Értem én. Én nem akarlak itt hagyni, tesó. Lesz valami. Reméljük enemire is. Várjál, itt lesz ellenfél. Ezt fixem. Biztos lesz valami. Fixem, mondom. Jaj, hát voltunk itt múltkor. De itt azért legalább van mit összeszedni. A vizes, vizes cucc ez. Így van. Na. Péter Na. Pán. Catering volt. Ja, most jönni fog enemy. Most kell, hogy jöjjön enemy. Elővette a pisztolyát. De jampi. Ej, de jampi. Csak egy napig lehetnék ekkora jampi. Mindent megadna az élet. Na, mi a kotta? Paj team. Na, azt hiszem ezeken egy kicsit gyorsítani kell majd a jövőben. Ja, hát ez rettentően lassú, tehát ez túl lassú, most nem baj, ezt is ki kell próbálni, ezt is meg kell mutatni, nem? Hát igen. Hogyha ilyenekkel akarjátok, figyelj,
tök jó tartalom, sok időbe telik, csak unalmas. Tehát ha azt nézzük, aztán igazából tökre elképzelhető, hogy mi vagyunk a hülyék. Nem, Szeppi? Na azért mászkálok itt körbe-körbe, hogy most itt valamit oda kell adni, vagy... Itt fönn a emeleten vannak cuccok. Aha. Hogy jutottál fönn? Felcsúsztam egy olyan... Oppácska! Jó, és akkor elvileg... Base match. Item of interest detected. Aha, ez pont nem az, de ezt beaktiváljuk. Értem. Jó. Ez megvan. És akkor most mi van? Lehet itt ugrani? Nem. Hopp. Na, történt valami? Valami van itt, igen. Távol tölti a vizet. Na, hát ezt se hiszem. Vannak még csodák? És adtam neki még vizet. De te jó ember vagy. Na. Te jó ember vagy. Na, itt vagyunk. Mindjárt indul a csávó. Akár kilogat nekem TSM, most kibannolom. Kirogatott. Na? Jaj, ne már! Már tudom, ki írt. Elindult a csávó. Hát ez ilyen csoda. Hey, I'm coming. Wait for me. Csibori, csibori. Ez a TS, ez rettentően idegesít. Tő csipogó hangot ad. Hát egy biztos, ezt megcsináljuk, ezt többet nem csináljuk mostanában. Ja, ez fixen mondom én. Ez fix. Többet nem bóckodok vele. Hát a teljes játéknál, de ez... Ahol teljes játéknál is csak akkor, hogyha már minden küldetés megvan. Pedig valami jó kell. Gyere, koma! A szappant nem ette meg, csak a tartót? Hú, ez tényleg derettente unalmas. Szeppi, most javasl... kéne valami zene alá. Ja, valami szerelmes számot betenni. Ami az élet dolgairól szól. Hát én már erősen gondolkodok... A Benny Hinshawból kéne szerintem. Ja, hát körülbelül. Tennék be. Itt balra fognak menni. Azt te beviszik. Ennyi. És beviszik, és akkor kapunk talán valamit. Hát, de még az se biztos. Az se biztos. De várj, itt kell, hogy legyen enemy. Vagyis hát örülni. Nem hagyatok meg. Hajtanom kell őket, úgy néz ki. Motiválom én. Remélem most esik ki a kezében. Tuti, hogy le fogja tenni valahol. Itt balra fog menni, csak még gondolkozik rajta. Utána neked nagyon beléd éget. Mennék amúgy, fiú, mennék. Ez igen. Ide fogják hozni. És mi kapni fogunk
Egy várom veregetés. Igen, beállap az ajtóba, nem. Igen, hogy átjönnek rajtam? Nem, tehát nem törődnek vele, Cepi, ennyi vagy. És nem tudok beállni rajtam. Megaláznak. Na, mit kaptunk, Cepikém? Hát... tapasztalatot. Azt. Na, menjünk. Játszunk a játékkal. De tényleg valamit legalább adhatott volna. Hát, adott. Na, engedjük el. Rajthatok, se segítünk soha többé. Halljatok éhem, nem érdekel. Oda nézd már. Főn a tütő a levegőben. Zöld gáz. Ja, hát elvileg ez nem tesz jót nekünk. Azt mondja, hogy level 2-es elemig van neki. Hoppácska. Felrobbanta. Másodike van egy. Volt sztori. Honnan fedül az autó? Menjünk. Mi baj lehet? Once you're inside, find a way to the atrium. Open the door! Oda nézd, mi van ott! Yeah. Inventory full lesz, mondja. Fú, micsoda zenét tettek be, hallod? Hostile radio intercepted. We're under attack. It might be a diversion. Nem is hallom zenét. Nincs nálad zene? Nincs nálam zene. Nálam van? Na, akkor. Nagyon kalandos. Én megnézem a beállításba, hogy hát ez le van éve. Jaj! Na most már van? Le volt véve? Hát kicsit kisebbre volt. Minusz 6 falra. Mi baj lehet? Mennyi életed van, tesó? Megtámogassalak? Teli vagyok. Akkor adok még. Kérek túltöltést. Hát, lestok. Oda néz. Na mi van, bolyok? Kigyulladtatok? Égő a szitu? Vicces vagyok. Hallod, jön le, lifttel fog lejönni. Teher lifttel jön le a haver. Dobbanj már föl. Ah, oh, ez ilyen gázos. Hallod, ez megzavar ez a gáz. Zavarodást okoz. Jaj, ez zavarodást okoz. Figyelj ide, Szepi, te emlékszel, hogy a privátban volt ilyen zavarodás? Szerintem nem. Nem. Nem baj, jó, hogy van. Meg kell tapasztalni. Ha? Megint van egy. Ja, de gondolom csak akkor okoz zavarodást, hogyha ha bemész a közepébe. Persze. Na, szégyed magad? Na várj, hol a boss? De volt egy boss. Ki bement itt valami liftbe. Tudja, hogy arrébb állt. Elmenekült. Megijedt tőlünk. Zavarba jött. Azt mondta, hogy hey ho! Ezektől én félek. Elmegyek. Oda néz. Na. Valaki jön. Nem rossz ez a cucc. Mert ha berobbantod a... Persze, én már harcolok.
Lootokat kerestem. Hát én most nem keresem. Most nem keresem, az elsőben kilootoltam magamat. Majd amikor megjelenik rendesen a játék, akkor lootol. Most csak futok, mint valami hülye. Mondjuk tény, hogy ez ilyen loot and shoot játék. Tehát itt mindenképp lootolni kell. Na, ez is megvan. Meg ez is. Na. Ezt toltuk a... Aha, ezt kellett, hogy toljuk. Most ezt úgy mellé lőttem, hogy csak már. Na ide jönnek ezek. Hoppá, jönnek. Jó lenne látni már ezt az enemit. Kinek gratulál ez? Dickes. Jönnek a fiúk a klubból. Hoppá! Na, ott egy lila. Itt egy lila. Dugd ki a fejed. Várjál, a lila, ezeken is vannak ilyen gyenge pontok, amiket hogyha ellősz, akkor robbannak. Na, popiluk, dugd ki a fejedet. Egyedül voltál? Akkor jó. Majd a bossra, aki jön, arra dobd rá arra majd dobd rá cuccadat. Jó. Azt a kis taknyát, azt megnézzük, hogy mit szól hozzá. Jó, hogy feljöttünk, mert nem itt kell. Ja, én meg rádobom az enyémet, aztán megnézzük, hogy mennyire hatékony. Itt azért van a restock-e. Az van. Az van rendesen. Hoppácska. Várjál. Te akartad. Te választottad ezt. Ez igen. Na kíváncsi leszek, hogy mikor fog jönni az a anyaszomorító. Ez nagyon hátra ment. Hát be, hátra. Mindegy, bemegyünk a liftbe, megnézzük mi történik. Jönnek a jó emberek. Nyomjad meg a gombot. Ne fékezzed meg. Meg se kellett nyomnom. Ja, hogy te ilyen jampi vagy. Gondolatokkal irányítod. Gondolat. Ha, nem tudtam berakni ezt a holstert. Ez botrányos. Szepi, te mi van vele, fiam? Mert mi lenne? Olyan volt, mintha estél volna le. A karakterem? Aha. 5 darab maszkom van már. 5. De természetesen ezt a DH, mi lehet ennek a setnek a neve? Na mindegy, ez nagyon menő, ez a set. Tehát ezt össze akarom majd szedni. Na, elvileg... Azt nézem. Egyébként a fegyverhangok lettek jobban. Az egyhez képest? Aha. Ja, hát ott látványosan. Tehát nagyon, nagyon sokkal jobb. Realisztikusabb lett egy picit. Igen, igen. Na jó, ezt kifogyott. Ezt megcsinálták, ez kétségtelen, hát ebben nem lehet belekötni. Aki mégis beleköt, szíve joga.
Rájöttem, hogy egy hosszú nap után, hogyha nekiállsz videót felvenni, fáradtam, akkor rettentően megterhelő a beszéd. Igen. Tehát... a játék az oké. Azt csak csinálod, mész, minimálisan gondolkodsz, amennyit igényel. De ilyenkor nehéz beszélni. Na, itt lesz valami jó cucc. Na, kaptam is valami zöldet. Ezt be is tesszük második fegyvernek. Hoppá. Mindjárt beteszem én is. Mi ez? Jó, ez én ezt fogom most használni, úgy döntöttem. I'm on the roof, holding for backup. Tök jó. You see Saint? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. Not for long. Stabil, stabil. Amúgy azt észrevettem, hogy könnyebb lett az irányítás, nem? Jobban lehet célozni? Aha, sokkal. De lehet, hogy abba adódik, vagy más a... menete az egésznek. Jó, hát ez elképzelhető. Arra leszek kíváncsi, hogy majd amikor toljuk a izé, PvP-t. Na akkor milyen lesz, ugye? Nem lesz olyan, mint volt. Nem. Azt tudja, hogy a Dark Zone-okból azt hiszem a 3-ból 2, figyelj, már akadtam semmibe. A 3-ból 2 az ilyen balanszolt lesz. Oh. Tehát hozzá lesz igazi. Hoppá. Itt van ez a kulcsos. Na hát ez az. Hiéna kulcs. Örülök, hogy itt van, de nem tudok kezdeni vele. Pedig ez biztos jó dolog. Hát lehet, hogy pont most fogjuk megszerezni, vágod. Na. De nem tudsz visszajönni. Hát az ott meg ki a csoda? Most már nem is tudsz visszajönni. Ez szomorú. Hallod, majd megvárlak, dobd fel a kulcsot. Jó, oké. Okay. Megcsinálom a küldit. Na, Maricsúj, gyere! Köszönöm szépen. Ó, megjöttek a tesók! Hát, haver, ez elég égő. Eddig éltél. Mi ez a fegyver, Szepi? Mert mit van neked? Ez nem az enyém. Melyik lőj? Nem az enyém. Ja, ott a izé a drón. A drónja a csajnak. Wow! Akkor lesz egy ilyen hatékony drón a játékban. Ennek örülünk. Brutális, hallod? Milyen durva hangja volt. Nagyon, nagyon... nagyon durva ez a drón. Ott van fenn a cucc. Ja, hát most már kapja az ívet. Odafelé egy picit. Hát haver srác, eddig éltél. Pont leugrott. Oda néz. Szepikém, elkaptad neki a kis kukacát. Jó, ja, ez a drón ez elég jó lesz, bár... bár azt kell, hogy mondjam, Szepi, hogy lehet, hogy jó lesz a drón, viszont mivel nincsen hílelő, ezért úgyis azt valószínűleg a drónt hílelésre fogjuk használni. Hát ez attól függ. Hát megnézzük, milyen buildek lesznek. Kíváncsian várom, hogy milyen alternatívákat fog ez nyújtani. Új, itt valami nagyon... nagyon megvadult. Nagyon meg van vadulva valaki. Na. Mi van veled?
Are you hurt? Na, Szepi! Ja? Fékezzed magad! Na, fékezzed magad! Hát nem látod szegény lány? Én letettem a kezét. Hát meg van rémülve, zavarba van gyüve. Ja, nézett is rám az elem. Szegény. Te kegyetlen állat. Fúj, buta, buta. Milyen jó, felveszi a pisztolyt hozzá. Rossz buta. Na jó. Menjünk tovább. Hogy is megvolt. Pierre, beakadtam, látod? Túl onnan kicsaptad magadat. Ki vagy gyúrva? Semmiben. Na. Most megint. Akkor hát, menjünk innen. Na végre. Na, most betárazok. Jaj, meg kaptam cuccokat itt közben. Hol? Ja, mit a izé dobok? Aha. Ja, azokat megnézem én is. Hát, kaptam egy jó holstert. Hát, kaptam egy jobbat, azt berakom. Meg egy knipodot kaptam. Hát, az nem jobb. Okám, az elég jó. Jó. Bemegyek a lift, a liftünkbe. Na, most siker egy folyamat. Meg lesz ez. Dzsukerság van, meg rajság. Oda nézd már! Hogy megküldtem? Túl melegedett az eszköz. Küldjed meg, Szepi! Ne kimélyed! Oh. Itt van a Veresegyház asszony kórus legszebb tagja! Nem látok semmit. Hát ez gyors. A kaland kezdetét vette. Na, nem látom még a jövő hetet se. Wow. Nem tudok azt a mindenit. Hogy megzavart? Durva. Itt kicsit hatékonyabbra sikerült ez a megzavarás. Úgy gondolom, hogy jóval hatékonyabbra, mint az első részben. Na, level up. Én is. A jó SHD technológia megvan. Na nézzük még azért körül, hát ha van valami értelmes itt, aztán leadom a sztori küldetést. Valami jó nagy fegyver kéne. Perverz. Hogy lehetnek ilyen gondolatok? És ha valami kiskorú kattint erre a videóra, mit lesz akkor? Szégyeld el magadat. Mondta olyat neked. Mondjuk lehet zavarba jönnék, na. Összehúzna abban a pillanatban a görcs. Kijöttünk. Hát gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy számomra szupi, nekem tetszik, maradhat a családban. Valószínűleg a következő esetben live lesz, Twitch-em, live-olni fogok. És nagy valószínűséggel a fekete zónát fogom live-olni, szóval. Ha ezt fogjátok látni, akkor meg fogjátok találni a boldogságot. Szóval nézzétek a Twitch live-omat, itt a leírásba bele fogom tenni lényegében a linket. Nyugodtan kövessetek be Twitch-en is, ugyanis próbálok heti szinten többször jelentkezni live-val. Hát ez ilyen heti 2-3 alkalom. A héten már egyszer megtettem, most megint megteszem. Szombaton és vasárnap egyaránt. Szóval csapathatjuk az Adjeszkot együtt. A mai videó az ennyi volt, ezt így nektek szántam. Akinek tetszett,
az, ha teheti, lájkolja, akinek nem tetszett, ha teheti, ne lájkolja. És ha úgy gondoljátok, hogy tetszik az egyéniségem, illetve a játékok, amikkel játszok, akkor nyugodtan kövessetek be. Nagyon szépen megköszönöm. További szép estét, szép napot, szép reggelt kívánok mindenkinek. Sziasztok! Ha-oh! Sziasztok!